Az egészségügyi ellátórendszerek ismételt túlterhelődésére készülnek Európában. Egyre több ember kerül kórházba, miközben az egészségügyi szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vírus elleni legjobb védelem továbbra is az oltás. Így gondolja ezt ez az orvos is. Jelenleg egyértelmű, hogy a fiatalabbak kerülnek kórházba. Nemrégiben több 30, illetve 40 éves páciens is bekerült hozzánk, egyikük sem kapott védőoltást. Most a vihar előtti csendet érezzük, de szinte biztos, hogy jön a vihar, és néhány nap, esetleg néhány hét múlva ismét sok ember kerül majd kórházba. A római Fiumicino repülőtéren kedden oltási pont nyílt. Az első vagy második adagot a beszállókártya bemutatása után adják be. A lényeg, hogy minél szélesebb kört oltsanak, így megakadályozzák a fertőzésszám növekedését az országban, amelyet erősen sújtott a világjárvány. Segítünk azoknak, akiknek szükségük van az oltásra, de nem tudtak időpontot foglalni, vagy nem tudtak elmenni az időpontra. Segítünk azoknak a munkavállalóknak, akik szeretnék, mégsem tudják beoltatni magukat. Mindenki rendelkezésére állunk, mondja az itt dolgozó orvos. Hétfőn a Görög Oltási Bizottság elnöke bejelentette, hogy már a 12-15 éves gyermekeket is be lehet oltani az országban. Az orvosok szerint a fiatalabb korosztály bevonása a programba segít biztonságban tartani a vírusnak leginkább kiszolgáltatottakat.